Sámuel első könyve, hatodik rész. A filiszteusok visszaküldik a szövetség ládáját. Az úr ládája hét hónapig volt a filiszteusok földjén. Akkor hivatták a filiszteusok a papukat és a jósokat, és megkérdezték. Mit tegyünk az úr ládájával? Mondjátok meg, hogyan juttassuk vissza a helyére. Ők azt felelték, ha el akarjátok küldeni Izrael istenének a ládáját, ne üresen küldjétek, hanem jóvátételi ajándékot is küldjetek vele. Akkor meggyógyultok, és megtudjátok, hogy Isten miért nem vette le rólatok eddig a kezét. Erre azt kérdezték, milyen jóvátételi ajándékot kell adnunk. Ők így válaszoltak. Öt arany és öt arany a filiszteusok városfejedelmeinek a száma szerint, mert ugyanaz a csapás sújt mindenkit a város fejedelmekkel együtt. Készítsétek el a rajtatok levő fekélyek és a földeteket pusztító egerek képmását. Így adjatok dicsőséget Izrael Istenének, akkor talán nem nehezedik tovább a kezerátok, isteneitekre és országotokra. Miért keményítenétek meg a szíveteket, ahogyan az egyiptomiak és a fáraó megkeményítette a szívét? Nem úgy volt-e, hogy amikor csúffát tette őket, el kellett bocsátaniuk Izraelt, és elmehettek? Készítsetek azért egy új szekeret, és hozzatok két borjas tehenet, amelyeken még nem volt iga. Fogjátok be a teheneket a szekerbe, borjaikat pedig vigyétek vissza. Azután fogjátok az úr ládáját, és tegyétek a szekerre. Az aranyholmit pedig, amit jóvátételi ajándékul adtok, tegyétek mellé egy ládikóba, úgy bocsássátok el, hadd menjen. Azután figyeljetek! Ha a saját határa felé, Bét Semes felé tart, akkor ő okozta nekünk ezt a nagy bajt. Ha pedig nem, abból megtudjuk, hogy nem az ő keze sújtott bennünket, hanem véletlenül történt ez velünk. Az emberek tehát így jártak el. Fogtak két borjas tehenet, befogták a szekérbe, borjaikat pedig bezárták. Azután föltették a szekérre az úr ládáját, meg a ládikót az aranyegerekkel és a kelések képmásával a tehenek pedig egyenesen rátértek a Bécsemesbe vezető útra, és folyton bőgve mentek előre az úton, nem tértek le sem jobbra, sem balra. A filiszteusok városfejedelmei pedig mentek utánuk bétsemes határáig. A szövetség ládája bétsemesben. A bétsemesiek éppen búzát arattak a völgyben. Föltekintettek, meglátták a ládát, és örvendeztek a láttára. A szekér eljutott a Bécsemesi Jósua mezejére, és ott megállt. Volt ott egy nagy kő. Fölhasogatták a szekér fáját, és föláldozták a teheneket égő áldozatul az úrnak. A léviták pedig levették az úr ládáját és a mellette levő ládikót, amelyben az aranyholmi volt, és rátették a nagy kőre. A bét emberek égő áldozatokat és véres áldozatokat mutattak be azon a napon az úrnak amikor látta ezt a filiszteusok öt város fejedelme, visszatértek Ekrómba még azon a napon. Ennyi kelésformájú aranytárgyat adtak a filiszteusok az úrnak jóvátételi ajándékul. Asdódért egyet, Gázáért egyet, Askelónért egyet, Gátért egyet és Ekrónért is egyet. Aranyegér pedig annyi volt, ahány városa volt az öt filiszteus városfejedelemnek a megerősített városokkal és a kerítetlen falvakkal együtt. Az a nagykő tanúskodik erről, amelyre az úrládáját helyezték. Ott van az a Bét Semesi mezeén, mezején, mindmáig. De megvert az úr hetven Bét embert, mert belenéztek az úrládájába, és megvert még a nép közül ötven ezer embert. A nép gyászolt, mert nagy csapással sújtotta a népet az Úr. Azért ezt mondták a bétsemesiek, ki meg az Úrnak e szent Istennek a színe előtt, és hová kerülhetne innen a láda, Követeket küldtek azért kirjat Járém lakosaihoz, ezzel az üzenettel, a filiszteusok visszaküldték az úr ládáját, jöjjetek és vigyétek el magatokhoz!